Köszöntöm kedves nézőinket a Fitmixben, ahol mindig a szabadidős, életmód és sporttémáké a főszerep. Idén 10. alkalommal került megrendezésre a már hagyományosnak számító vívóverseny a Diadalúti Általános Iskolában, így ezen a héten az ott készült interjúkat, valamint a Páston folytatott mérkőzést láthatják nézőink. A kezdetekben meghívásos, majd budapesti iskolások részvételével megrendezett Rákosmenti párbajtőr diákverseny a hagyományokhoz híven ez alkalommal is a Diadalúti Általános Iskolában került megrendezésre. Az idén jubileumi 10 éves programon számos fiatal vívó mutatta meg tudása legjavát. Sportesemény hátterébe és a kezdeti időszakba Budai István vívószakedző nyújtott betekintést. Ez az egész úgy indult el, hogy először meghívásos alapon hívtunk ide egy-két-három egyesületet, ami közel volt valamelyik vidékről, az elején egy 20-30 gyerekkel zöme azért indult el, hogy az itteni gyerekeknek biztosítsak egy lehetőséget versenyzésre. Ez nőtte ki magát odáig, hogy megnyitottuk, azt hiszem a második vagy a harmadik alkalom után már nyitottam, utána országosra is nyitottunk, és innen nőtte ez így ki magát, hogy úgy néz ki, hogy az igény megvan erre, hogy gyerekek is versenyezzenek, tehát itt a B kategóriáról beszélek, mert a nagyobbaknál értelemszerűen nekik lesz versenyük, de úgy néz ki, hogy van rá igény és van rá kapacitás, mert versenyeznek úgy, illetve vívnak úgy gyermekek is, akik mondjuk csak edzésre járnak, és diák versenyszinten. Az idei párbajtőrbajnokságra több mint 250 gyermek nevezett, különböző korcsoportok és kategóriák szerint. Nagyjából a teljes létszámot, ha összerakom az előnevezést, tehát amiből lehet, hogy kevesebb lesz, lehet, hogy több, az 266 gyerek, durván. Ezek így korosztályonként egy ilyen a A kategóriában 30-tól 50-ig, a B kategóriában értelemszerűen kevesebb, 10-től 20-ig. Nagyjából így alakul ez. Ennél azért lehet lemérni, mert az olimpicis verseny, ami verseny, ott is, ami most volt két hete például, ott 60 volt a maximum. Na most itt, ha ezt összeadom, pont a koronavírus miatt, ezzel kiegészítve, aki nem jött föl vidékről, tehát meg abban volt Romániából is érkező, meg külföldiek, nagyjából kiegészítette ez a 20 ember, tehát gyakorlatilag ezzel így azt hiszem 40 volt, és 22, 62, és ugyanebben a korosztályban, például két hete a Vasasban, azt hiszem 59 gyerek volt, tehát tök ugyanaz. Csak itt két részletben versenyeztette. A 2020 óta a Magyar Vívószövetség által is jegyzett hivatásos diákolimpia február 26-án került lebonyolításra, ahol többnyire a 2-es és 3-as korcsoport versenyzői indultak. A korcsoport zömébe a 2-es, 3-as korcsoport, meg talán a 4-es, ott vannak a legtöbben fiúk, mert ez az általános iskolai korosztály. Az 1-es a legkisebb, az elsősök között van a legkevesebb, és talán most, bár nem ezt mutatja a tapasztalat most, mert elég sok nagy jelentkezett, amit még nem tudom, hogy hányan lesznek, és ott szokott talán kicsit kevesebb lenni. Ez a más, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, ez azt jelenti, hogy a 2012-től 2009-2008-ig terjedő korosztály, abban van a legnagyobb létszám, mivel értelemszerűen akkor kezdünk el sportolni. A vívást nem lehet elkezdeni óvodáskorba, tehát nem olyan sport. Ezzel nagyon lementünk egy ilyen gyakorlatilag alsó szintre, de még mindig én nekem az a véleményem, elsős gyereket csak játszatni, meg ráhangolódni lehet, mert nem nagyon nehéz. Szóval nem hiszem, hogy abból tömegeket tudunk akár képezni. Ez nem az, mint az atlétika, a torna, úszás, ahol lehet már az 5-6 éves gyerekkel valamit kezdeni. Itt ezzel még nem. Az országos bajnokságon második helyezést elérő Békefi László már egészen kisgyermekként megszerette a vívást, amit a televízióban közvetített olimpiai ötkarikás játékok alkalmával látott, egészen magával ragadta. Így már ifjúkora ellenére is 5,5 éve hódol ennek a sportnak. Olimpiát néztem nagymamámnál, és nagyon megtetszett ez a sportág, és hát ezeket mindig néztem, vívást. Többi sportot is követtem, de a vívást megtetszett nagyon.
és volt is lehetőség rá a környékem, kipróbáltam, majd bejött. Amint a versenyző elmondta, tetszett neki, hogy az ellenfelek küzdenek a páston, többek között olyan példaképei vannak, mint Szilágyi Áron, de számos más hazai párbajtőröző eredményeit is követi. A vívó egyebek mellett kitért rá, hogy az intézményben kimagasló ennek a technikai jellegű küzdősportnak a tanítása, melyhez Rákosmente önkormányzata kimagasló támogatást biztosít. De most már a 10. alkalommal van, tehát jubileumot ülünk, a 10. alkalommal rendezzük meg ezt a vívó bajnokságot. Köszönhetően ugye az önkormányzat, a Budapest Honvédese, a tankerület és a Diadóti Általános Iskola együttműködésében, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Buda István, aki ennek az egész vívásnak itt a Diadóti Általános Iskolában a lelke, hogy úgy mondjam, ő viszi ezt a rendezvényt hosszú-hosszú évek óta, mint mondtam már 10 éve, és én úgy gondolom, hogy ez sikeres együttműködés így a 4 együttműködőnek a programjában, hiszen most is láthatjuk, hogy nagyon sok a versenyző, és nagy-nagy küzdelmek folynak itt a hátunk mögött is. Beruházásként ugye, ami megtörtént az elmúlt időszakban, ez a 10 év alatt egyrészt az önkormányzat biztosított eszközöket a víváshoz, valamint a vívószövetség ugye biztosította a padlót, ennek megfelelő sportpadlót, és a pástok beszerzése az önkormányzat szintén hozzájárult ahhoz, hogy itt most már az eredményjelzők is automatikusak legyenek, hiszen amikor kezdtük, akkor még nagyon gyermekcipőben járt ez az egész történet, de folyamatosan fejlődünk, és természetesen, ha az iskola részéről van további szükség fejlesztésekre, akkor az önkormányzat mellé fog állni ennek is, és tehát gratulálni tudok csak az iskolának és különösen Buda Istvánnak az, hogy ezt a rendezvényt meg tudjuk minden évben rendezni. A városvezető hozzátette, a vívásnál a testi erőnlét és megfelelő kondíció mellett a stratégiai előkészületnek is nagy szerepe van. Ezen álláspontot képviseli a megmérettetésnek helyt adó tanintézet vezetője is. A víváshoz összeszedetnek kell lenni, idegi munkát igényel ez a verseny. És hát hagyd legyek őszinte, minden iskola az akkor tud valamilyen sportágat felvállalni, ha megvannak a feltételek hozzá. Budai tanár úrban megvan a feltétel. Ez az alapja az egésznek. Intelligens gyerekek versenyeznek, nagyon fegyelmezettek, nagyon oda tudnak figyelni a versenyre. Ezért aztán családias, jó hangulatú versenyeket tudunk csinálni. De azért van párbajtőr sportunk, mert párbajtőrhöz értő szakember van. Azért van tornasportunk, mert tornához értő emberünk van. És hát azért látjuk, hogy iskoláknak ezek a fajta sportarculatai addig maradnak meg, amíg a lelkét egy-egy ilyen szakember adja. A szakedző Budai István hosszú évek óta oktatja a sportágat, és hisz abban, hogy a tehetséges diákoknak fontos, hogy legyen példaképük, valamint figyelemmel kísérjék a nívós versenyeket. De mindemellett elengedhetetlen olyan készségek és képességek megléte, amik egyensúlyban tartják a mentális és fizikális felkészültséget. Ezt már gyerekeknek is szoktam mondani, hogy gyakorlatilag egy teljesítmény úgy áll össze, hogy van egy fizikális képesség, van egy technika, és van a mentális. Ebből a háromból általában, amelyik a leggyengébb, az érvényesül. A vívásban nehéz a fizikális megtanulható, és nem annyira számít az, hogy ki mennyire gyors, mennyire rugalmas, számít, mert nem mondom azt, hogy teljesen, de nagyon lényeges a technika és a mentális. Tehát én azt mondom, hogy ez ugyanolyan küzdősport, mint a többi, tehát ez úgy érte küzdősport, mint a box, vagy a cselgáncs, vagy a birkózás. Csak ez az egyetlen egy olyan küzdősport, ahol fizikális kontaktus, tehát nem meg kell vernem valakit fizikálisan, hanem csak simán meg kell szúrni 75 dekával, de a mentális része az egy az egyben ugyanaz. Tehát én meg akarom verni a másikat. Nem meg sem, de ez az, amit lehet így esetleg kiemelni, és a gyerekeknek értelemszerűen annyiból szokott tetszeni, hogy egy vívóedzés úgy zajlik, hogy egymással vívunk. Nyerek, vesztek. Az immáron 10. alkalommal szervezett vívóbajnokság 2 napos program keretében adott lehetőséget az ifjú talentumoknak, hogy megmutassák tudásuk legjavát. Az érmek átadásában Horváth Tamás városvezető segédkezett. A hagyományosnak számító Diadalúti Általános Iskola versenye a tervek szerint jövőre folytatódik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő hét hétfőn is, amikor ismét a szabadidős, életmód és sporttémáké lesz a főszerep. Viszontlátásra!